Megújul a Pózvai város részben az ivóvíz és a szennyvízrendszer. Ennek közköltsége eléri a 13 millió forintot, melynek 70%-át uniós forrásból finanszírozták. Az önrészt a város biztosította, jelentették be a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. A fém anyagú bekötések előregettek, a gyakori csőtörések a vízellátás biztonságát is veszélyeztették. A 344 méteres szakaszon minden szerelvényt kicserélnek, jelenleg a befejező munkálatok zajlanak. Még a maradék régi acél bekötéseket kötjük át új anyaggal, illetve tűcsapokat cseréljük ki, és földalatti csomópontokat, szakaszolási lehetőségeket építünk ki, és tulajdonképpen itt az ellátás biztonság egy nagyon nagy mértékben javult az elmúlt négy évben. A munkák 2019-ben a gerinc távvezeték kiváltásával kezdődtek. Az érintett szakaszon közel 350 vízbekötést végeztek, miközben egy tűzcsapot is kicseréltek. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy szisztematikusan fejleszünk, és először ugye a föld alatt rendeztük el a közműveket, mert rengeteg csőtöréstől kezdve rengeteg olyan bekötés volt, ami több mint 50 éves volt, és ezeken az újításokkal. Az elkövetkezendő 50-70 évben valószínűleg nem kell majd cserélnünk a csöveket, úgyhogy innentől kezdve egy, egy, sokkal fejlettebb vízi közművel fog rendelkezni a település rész. Pár hét múlva újabb gépek vonulnak fel a Pózva és Vasút utcában. A munkálatok az aszfaltozással és az úrburkolat rendezéssel befejeződnek. A tervek között az infrastruktúra további fejlesztése szerepel. Új kerékpárút épül, amely növeli és biztonságosabbá teszi a közlekedést a település részen.